Nézzük csak meg együtt, mit is rejt ez a szép szürke doboz. Nem nagy titok, hogy a Trix által gyártott Skoda 109e sorozatú villamos mozdony H0-ás modelljét. Méghozzá szlovák festésben. Mondanom sem kell, hogy szépen bebugyolálták a modellt, tehát megsérülni biztos nem fog az utazás során. Illetve annyit tudni kell még a Trix által gyártott modellekről, hogy ez teljes egészében fémből készült. Összességében a modell nagyon szépen néz ki, nekem személy szerint nagyon tetszik, kidolgozottságát illetően már sok vitát olvastam. Van, aki szerint ki van dolgozva, van, aki szerint még néhány kívánivalót hagy maga után ez az egész, de a tetőre nincsen panasz, tehát az részletgazdag. Viszont ha jobban megnézitek, az áramszedőkön vannak festékkopások, és már így vettem ki eleve a dobozból. Ezt nem tudom, hogy mitől lehet ez az egész. Lehet, hogy azért, hogy a fémből van az egész modell, és gyárban ugye, hogyha valaki hozzáért, még friss festés után, lehet, hogy lekopott a festék. Nekem az óra tetszik a mozdonynak, hogy ez egy nagyon karakteres eleme ennek a gépnek. Láthatjátok, hogy van egy vezetőállás imitáció is benne, többé-kevésbé ugye ez részletgazdag. Szóval jól néz ki, nekem tetszik a modell. Majd a futására leszek nagyon kíváncsi, ugye látjátok, hogy a 002-es pályaszámú gépnek a modelljét vettem meg. Ugye az előbb említettem, hogy a szlováknál 2 darab ilyen mozdony van, míg a németeknél és a cseheknél 200-zal tudnak menni, a szlovákoknál csak 160-nal közlekedhetnek ezek a mozdonyok. És most beszéljünk a piszkos anyagiakról. Mennyit kell kifizetni manapság egy ilyen modellért? Nos, ez az analóg változat, ami 76.500 forintot kóstált. De ez még semmi a digitális hangos változatokhoz képest, ugyanis a 101.000 forintba kerül, és analóg verzióból csak a szlovákot lehet megvásárolni, azért jutott nekem is egy ilyen, ugyanis én nekem is a cseh verzió kedvencem, mint sokaknak, ugyanis az jár be a Metropolitan Eurocity-vel Budapestre, de hát ez már csak ilyen.